Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Járdafelújítás Tamásiban 5,2 millió forintból végezte el az önkormányzat a beruházást. Pályaorientációs kalandőrület szerdán ismét elstartol az elmúlt évek egyik legsikeresebb diákversenye. 264 millió forintból újítják fel a műfázat Pakson, 40 év után korszerűsítik az intézményt. Lucanapi hagyományok, számos népszokás és hiedelem köthető december 13-ához. Tamásiban újabb járdaszakasz újult meg, ezúttal nem pályázati forrásból. Amint egy 5,2 millió forintos beruházás a lakosság által befizetett kommunális adóból lett finanszírozva. A budai városrész forgalmas szakaszát a Gonozdi patak mentét sikerült közlekedhetővé tenni. A járdaszakasz szegélyező korlát is ebből a forrásból készült el. Egy sokak által használt járdaszakasz felújítása valósult meg Tamásiban a lakosság által befizetett kommunális adóból. 75 méter hosszan, nagyjából 100 négyzetméter felületen valósult meg az önkormányzati finanszírozású projekt, amely az útszakasz melletti korlátot is magába foglalja, tudtuk meg a település polgármesterétől. Amikor 5 évvel ezelőtt az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy bevezetésre kerül a kommunális adó, akkor egy olyan döntés is született, hogy ezt minden évben kizárólag utak és járdák felújítására fordítjuk. Ebben az évben a Hírt-Ferenc utcát sikerült teljes egészében megújítani, illetve ezt a járdaszakaszt, ami mellett itt állunk, ami azért is fontos, mert ez egy nagyon nagy forgalmú járda, és nagyon sokan közlekednek itt a két városrész között. A település rész, ahol sikerült saját forrásból a járdaszakaszt felújítani, sok fejlődésen esett át az utóbbi időben. Budán vagyunk, és hála Istennek ezt az utóbbi egy-két évtizedben egy kicsit hátrányos település részt fokozatosan sikerül rendbe tennünk, hisz a járda egyik végén található a sportokháza, illetve a Hunyadi tér, amely a közelmúltban került felújításra, és majdnem a másik végén pedig a Zöldponté Civilház nevű szintén új, megújult épületünk, aminek az átadására hamarosan sor kerül majd. A projekt kapcsán apróbb festési munkák maradtak a tavaszra, melynek során a Gonozdi patakot átszelő híd korlátja is zöld színt kap majd. Az elmúlt 3 nap alatt 16.017 új koronavírus megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.198.939 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 3 napban elhunyt 455, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 36.884 főre emelkedett. 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.191.000-en kaptak. Tolna megyében 433 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 25.191-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Január 1-től duplájára, azaz évi 6000 forintról 12000 forintra emelkedik a babakötvényhez adott állami támogatás, jelentette be Novák Katalin családokért felelős, tárca nélküli miniszter Facebookon közzétett videójában. A babakötvény egy olyan megtakarítási forma, melyet a gyermek megszületésekor indíthatnak el a szülők. A havonta befizetett összeghez év végén állami támogatás jár, a gyermek 18. születésnapja után használhatja fel az így felgyülemlett összeget. Ilyenkor tehát egy magyar felnőtt tudja, hogy a szülei megtakarításából és az állam által adott támogatásból kezdheti el a saját életét, költheti el ezeket a forrásokat. Ráadásul ma már a babakötvény nem csak a határainkon belül, hanem a határainkon kívül született magyar gyermekek számára is elérhető, hiszen elindult a Köldökzsinór program 2018. januárjában, azóta már a babakötvény átlépte az ország határokat. Én arra biztatok mindenkit, hogyha kisgyermeke születik, akkor kössön babakötvényt, válassza ezt a megtakarítási formát a gyermeke számára, hiszen kamatozik is. Szerdán ismét megrendezik a pályaorientációs kalandőrületet. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb diákversenyét újra végig közvetítik majd stábjaink. A szervezők nem csak roppant izgalmas feladatokat, de érdekes ajándékokat is ígérnek a résztvevő csapatoknak.
Számítógép, régi faxgép, a háttérben pedig jelmezbe öltözött diákok. Egy különleges versenyen készültek ezek a fotók néhány éve. A pályaorientációs kalandőrület nevű játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő hatfős diákcsapatoknak leleményes logikai feladatokat kell megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyt szerdán reggel 8 és délután 6 óra között rendezik meg. A szervezők így akarják népszerűsíteni a szakképzésben rejlő lehetőségeket. Interneten tartják velünk a kapcsolatot, illetve az internet segítségével elektronikus úton kapják meg a feladatokat is, és az ahhoz tartozó segítségeket, és a megfejtéseket is elektronikus úton kell visszaküldeniük nekünk. Az aktuális állásról napközben folyamatosan beszámolunk televíziónk Facebook oldalán. A program a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat népszerűvé tegyék a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. Bízunk benne, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nőtt az érdeklődés a szakképzés iránt. Ennek egyébként van egy mutatószáma, ami szintén partnerünk a Tolna megye kereskedési iparkamara fölméréséből is, és másfélül látszik, hogy tavaly hosszú évek után először nőtt az érdeklődés, illetve a jelentkezők száma több mint 10%-kal a szakképzési végzőiskolák felé. A pályaorientációs kalandőrület szerda reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd. A NAV Tolna megyei munkatársai 2021. december 6-a és 31-e között az ünnepekhez kötődő termékek árusítóit, a karácsonyi vásárokat, piacokat, valamint a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják az üzletekben és közterületeken is a nyugta és számladást, az online pénztárgép használatát, a jövedéki szabályok betartását, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Azok az adózók is számíthatnak az ellenőrök megjelenésére, akiknél az adatok nem tükrözik az ünnepi időszak megnövekedett forgalmát. Elindult hazánk eddigi legnagyobb szabású lakosságot érintő zöldítési projektje, melyben napelemes rendszerek telepítéséhez, nyílászárók cseréjéhez, fűtés korszerűsítéséhez és akkumulátor telepítéséhez lehet forrást igényelni. A visszanemtérítendő támogatás maximális mértéke bruttó 2,9 millió forint, fűtés korszerűsítéssel együtt 11,3 millió forint. A jelentkezés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai 2020 évi összevont jövedelmének egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. A felhívás kiegészült a KATA hatály alá tartozó személyekkel is, így közülük is jogosultak pályázatot benyújtani a megjelölt jövedelem határ alatt keresők. Mostantól várják a Tolna megyei pályázatokat is. 264 millió forintot fordíthat Paksváros önkormányzata a Csengei Dénes Kulturális Központ felújításának előkészítésére. A hírt a napokban jelentette be Paks polgármester a Facebook oldalán. Szabó Péter bejegyzésében Süli János miniszternek mond köszönetet a lobby tevékenységért. A Csengei Dénes Kulturális Központ mintegy 40 évvel ezelőtt épült. A város vezetője szerint igyekeznek a teljes átalakítást úgy megtervezni, hogy a felújítás végén modern 21. századi körülmények fogadjanak mindenkit az intézményben, beleértve egyesületet, civil szervezetet vagy akár színházi előadásra érkezőt. Az első felvonás a Kalap címet kapta, a második pedig egy táncdráma volt, Vári Bertalan koreográfiája, a Falka. A Tűzvirágtánc Együttes produkcióit rendszeresen mutatja be a Csengei Dénes Kulturális Központban. A jövőben a táncosok megújult színpadot vehetnek majd birtokba. A magyar közlönyben már megjelent, hogy 264 millió forintot fordíthat Paksváros önkormányzata a kulturális intézmény felújításának előkészítésére. Mi nagyon örültünk neki, azt hiszem, hogy ezt mondhatom a teljes Csengei Dénes stáb nevében. Ezt mondta az intézmény vezetője a megítélt támogatásról. Márkusz Zalán szerint a 4 évtizede épült központ felújításának tervezése hatalmas mérföldkő az intézmény életében. Elhasználódott a kialakítás, akkor a mai igényeket nem vették figyelembe. Itt a bővítés és a felújítás az mindenképp egy nagy előnyt és lehetőséget is jelent mind a dolgozóknak, mind a vendégeinknek. Nagyon bízunk benne, hogy sokkal több civilt és
különféle együtteseket tudunk majd így beengedni a házba. A támogatás hírét a napokban jelentette be Paks polgármestere a Facebook oldalán. A városvezető külön köszönetet mondott Süli János miniszternek lobby tevékenységéért. Szabó Péter szerint már a felújítás tervezésének elkezdése előtt szorosan együtt fognak működni a szakemberekkel. Egy olyan épületet fognak majd a tervezők kialakítani, természetesen az önkormányzat instrukciói alapján, ami én azt gondolom, hogy nagyon szép lesz. A város vezetője szerint az átalakítás kívülre és belülre egyaránt vonatkozik. Belsőleg is megújul az intézmény, és természetesen tudjuk az igényeket is, tisztában vagyunk az igényekkel, hogy nagyon sok egyesület, civil egyesület, alkotók, kulturális tevékenységet folytató egyesületek veszik igénybe már most is a Csengei Nénes Kulturális Központot, tehát és fullon van, ha mondhatom így, tehát nincs már szabad kapacitása az intézménynek, erre is odafigyeltünk, ahogy az előbb mondtam, bővülni is fog az intézmény, tehát nagyobb alapterületen lesz, több kisebb helységet, nagyobb helységet is ki fogunk alakítani majd a felújítás során, illetve már a tervezés során is, és szeretnénk, hogyha minden kulturális egyesület megtalálná a helyét az intézményben. Az átalakítás során fontos szempont lesz az is, hogy az új épület akár 5 évtizedig is ki tudja szolgálni majd az igényeket, tette hozzá Szabó Péter. Meg kell őrizni az eddigi eredményeket, és tovább kell építkezni. Ma többen dolgoznak Magyarországon, mint a rendszerváltás óta bármikor, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáit és szabályozásért felelős államtitkára. György László azt is hozzátette, a jövő évi minimálbéremelés mellett is több pénz marad a cégeknél. A vállalatok digitalizáltsága ugyanakkor elmarad a kívánatos szintől. Ennek az az oka, hogy 2010 előtt nagyon magasak voltak az adók, ezért a cégek igyekeztek láthatatlanná válni. A Világban kiszámította, hogy ez alatt az idő alatt egy átlagos magyar középvállalkozás adó terhelése 54,5% volt, azaz a bérek és a megtermelt profit több mint felét elvette az állam. Jövőre ez az arány már csak 32,9% lesz. György László kiemelte, az a cél, hogy a vállalkozások felismerjék hosszú távon az átlátható működés minden téren előnyt jelent, ez elengedhetetlen a fejlődéshez. A Gergely naptár bevezetése előtt december 13-a volt az év legrövidebb napja, ezért számos népszokás tradíció kötődik ehhez a dátumhoz. A luca nap egyik legismertebb hagyománya a luca székel készítése. Ilyenkor kezdik el az ülőke kifaragását, de naponta csak egy lépés szabad haladni. A Sámlénak azonban karácsonyra el kell készülnie, hogy az éjféli misén a székre állva meglássák a boszorkányokat. Emellett a jövő évi termést és a jövendőbeli fér nevét is megjósolták ilyenkor a babonák szerint. December 13-a luca napja. A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. Például a luca búza, ami a következő év termésére utalt. Ebben a tálkában luca napkor búzát vetettek, beleállítottak egy vagy több gyertyát, és megvárták azt, hogy karácsonyig ez a búza, ez sarjat hozott, ugye, hajtásnak indult, és ebből tudta következtetni arra, hogy a következő évben milyen lesz a termés. A legismertebb népszokás talán a luca széke. A kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőkét december 13-án kezdték el összeállítani, és karácsonyra kellett elkészülnie. A 9 féle fából faragott ülő alkalmatosságban egy szög sem lehetett. Amikor ezek a székek elkészültek, akkor ugye a éjjeli misére a legények becsempészték a templom, általában a bejáratnál, vagy ahol a haramkötél volt, és erre ráálltak, és akkor meglátták azt, hogy a felekezetben ki a boszorkány, ugyanis akkor szarvat növesztettek. Hazánkban főként a Dunántúlon volt elterjedt az úgynevezett lucatök készítése. Ezen a napon az emberek 2 szemet, egy mosolygós szájat és egy orrot faragtak a sütőtökökbe, amiket ezután az ablakokba helyeztek, hogy ijeszgethessék egymást. Éjszaka még egy gyertyát is meggyújtottak bennük, hogy még látványosabbak legyenek. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Játszóteret varázsoltak a lepusztult területre, a belvárosban is megtalálják a helyüket a családok. Áremelkedés és gyors kifizetés, indokolta a városvezetői oldal a 600 milliós egyéni keret létrehozását. Új menetrenddel indul a tesztüzem, vadonatúj buszok érkeztek a megszépült komolyi pályaudvarra.
Nemrég még drogosok, randalírozók búvóhelye volt, ma pedig egy új játszótér található azon a területen, amit a belvárosi üzletközpont ölel körbe Pécsen. A terület képviselője kezdeményezte az átalakítást, melyhez csatlakozott az üzletház és az önkormányzat is. Hármójuk összefogásából és anyagi támogatásukból kerültek gyerekjátékok az ingatlanra. Ez a belvárosi üzletközpont belső udvara tere Pécsen, egyébként közterület. Így néz ki most, korábban elhanyagolt volt, a jövőben a családok célpontja lehet. Mindannyiunk közös érdekében állt, hogy a belváros ezen kis szegletét megújítsuk, megszépítsük, és hogy megvalósuljon tulajdonképpen ez a hiánypótló beruházás. Biztos vagyok abban, hogy a megújult szép kis park, az új kibővített nagy játszótér egy komoly vonzerő lesz a Pécs belvárosában élő családok, családosok számára. Az üzletközpont vezetője már évek óta egyeztet a parkról, játszótérről a belvárosi önkormányzati képviselővel. Az eredeti tervek szerint a volt szökőkút előtti területen korcsolyapályát is kialakítottak volna. Lesz itt korcsolyapálya is majd. Viszont első lépésben elkészült egy játszótér, a belváros legnagyobb játszótere, de a városban is a harmadik legnagyobb játszótér. Méghozzá egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag most a legutóbbi időkben már csak drogosok tartózkodtak ott hátul, elbújva a bokrok mögött, tehát egy kihasználatlan és lepukkant tér volt. De szerencsére az Árkádnak a vezetése partner volt abban, most már kb. 2-3 éve szövögetjük ezt az álmot, hogy együtt alakítsunk ki egy játszóteret, ez így is lett. A játszótér kialakítását a Biocon végezte, és 12,5 millió forintba került. Ezt az üzletközpont, az önkormányzat és a belvárosi képviselő saját keretéből adta össze. A zsolnai csempével borított egykori szökőkutat letisztították, pótolták a hiányzó csempéket. Azonban egyelőre nem folyik majd víz belőle, ugyanis az ehhez szükséges gépészeti részt 15 millióból lehetne rendbehozni. Erre egyelőre nincs forrás. Áremelkedéssel, bérnövekedéssel, költségekkel és ezek gyors kifizetésével indokolta a pécsi alpolgármester, hogy miért kell megemelni a polgármester egyéni keretét. A baloldali városvezetés terve szerint a jelenlegi 50 millióról 600 millióra növelnék azt az összeget, amiről a képviselők nélkül személyesen dönthet a városvezető. Az ellenzéki képviselő szerint az áremelkedés mértéke nem éri el a 12-szeres szorzót, ezért továbbra is talány miért ragaszkodnak ekkora pénzmennyiséghez. Ez az előterjesztés és ez az a rész, amelyik jelentősen megnöveli a pécsi polgármester személyes döntési lehetőségét. Több mint 500 milliárdról mondhatja meg a képviselők beleegyezése nélkül, hogy mire fordíthatják. Ezt kifogásolt a pécsi Fidesz önkormányzati képviselője, a Városgazdasági Bizottságának tagja. A 600 milliós polgármesteri keretről is kérdeztük a Városgazdasági alpolgármesterét a belvárosi játszótér átadóján. Plusz szabályként betesszük, ha ezen múlik, akkor megkapja az ellenzéki frakcióvezető külön írásba a döntéseket előre. Tehát igazából nincs benne ilyen cél. Én azt gondolom, hogy nagyjából két téma lehet. Az egyik, ami a tükebusznál, ha azt látjuk, hogy az üzemanyagár robbanás azért a tükét nagyon megviselte, hogyha évvégi elszámolások vannak, és azért valójában őszintén a MOL nyerté felé nem szeretnénk tartozni, illetve vannak egyéb kérdések. Itt biztos, hogy 50 millió forint fölötti tétel van. Ezt, ha így hagynánk, akkor nem tudná a költségvetést elfogadni a közgyűlés úgy, hogy kifizessük rendesen a tükésszámlákat. Ezt válaszolta az alpolgármester az ellenzéki kritikára. Az áremelkedések, a béremelés, illetve egyéb költségekkel magyarázta, hogy miért kell megemelni a polgármesteri keretet. Barkóczi Csaba szerint aránytalanul nagy mértékben nőne meg a polgármesteri keret, ha elfogadnák a javaslatot a képviselők. A soron következő testületi ülésen a közgyűlés elfogadja a költségvetés módosítására kiírt előterjesztést, az azt fogja jelenteni, hogy Péter Fiatilla egy személyben dönthet 600 millió forintról a képviselőtestület megkérdezése nélkül. Ez a szám, ez 12-szerese a korábbi összegnek, jelenleg a polgármester 50 millió forintig dönthet. A politikus szerint nem nőttek 12-szeresére az árak és a költségek a városi cégeknél, amivel indokolják a tervezett lépésüket. Az elképzelésről december 14-én dönthet a pécsi képviselőtestület. Új menetrend szerint vadonatúj buszok közlekednek mostantól Komló és Pécs között. December 12-én ugyanis módosul a volánbusz menetrendje, melyhez a baranyai tömegközlekedés is igazodik. Az utasok szállítását pedig modern, kényelmes buszok biztosítják a megyeszékhely és az egykori Bányaváros között.
hiszen hamarosan elkészül a pályaudvar, de már indul a tesztüzem a most átadott 4 jármű részvételével. Színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat Komlón és környékén. Ugyan még tartanak a munkálatok, de hamarosan elkészül az új buszpályaudvar a Baranyai városban. Erről is beszélt Hoppá Péter azon a sajtótájékoztatón, ahol a térség átfogó közlekedés fejlesztését mutatták be a helyieknek. Nem csak gyönyörű buszpályaudvarunk lesz, a kormány jóvoltából kétszeres több 100 millió forintos ráemeléssel a megnövekedett építői anyagárakat kompenzálandó, most már közelítünk az 1 milliárd forinthoz a beruházás kivitelezési költségeivel, hanem a mögöttem álló csodálatos vadonatúj 21. századi, majd hallunk róla, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező buszt is Komló kapja. Ez a 4 jármű a Volánbusz jelenlegi gépparkjának legújabb darabja, mondta a vállalat elnök vezérigazgatója. Paféri Zoltán kiemelte, hogy a buszok a Pécs-Mánfa-Komló útvonalon fognak közlekedni. 95 utas szállítására alkalmas egy jármű, a modern motoroknak köszönhetően pedig környezetbarát. Valamennyi autóbusz klimatizált, valamennyi autóbusz valós idejű utastájékoztató berendezéssel van ellátva, valamennyi ülés párhoz tartozik, telefontöltését biztosító USB töltő, és ami nagyon fontos, a kerekesszékes és babakocsival utazó utasaink számára, az új autóbuszok alacsony padlós kialakításúak, így nagyon könnyen akadálymentesen lehet felszállni és igénybe venni. Az eseményen kiemelték, hogy december 12-én változik az autóbuszok menetrendje az országban. Ehhez igazodnak a komlói járatok is, így a reggeli csúcsidőben 5, míg délutánonként 10-15 percenként indulnak a buszok. Sőt, az éjszakai közlekedést is biztosítják, ugyanis új járat indul majd Pécsről 0 óra 20 perckor. Az új menetrend életbelépésekor kezdik meg a tesztüzemet az új járművekkel, melyek a megújult pályaudvarról indulnak majd. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Járdafelújítás Tamásiban 5,2 millió forintból végezte el az önkormányzat a beruházást. Pályaorientációs kalandőrület szerdán ismét elstartol az elmúlt évek egyik legsikeresebb diákversenye. 264 millió forintból újítják fel a műfázat Pakson, 40 év után korszerűsítik az intézményt. Lucanapi hagyományok, számos népszokás és hiedelem köthető december 13-ához. Kedden fagyos, mérsékelten változóan felhőséggel, itt-ott párássággal indul a nap. A Dunántúl fölött várható összefüggő felhőtakaró, napközben a párásság eloszlik, gyenge, mérsékelt légmozgás és csapadékmentes idő várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!